Sziasztok! Ez egy nagyon érdekes nap lesz, mert életemben először fogok lébőjtöt tartani, ami annyit tesz, hogy semmilyen szilárd ételt ma nem fogok enni, csak is iszom, de majd mindjárt kifejtem, hogy ez pontosan mit is takar. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mégiscsak honnan jött ez az ötlet, meg mégis miért csinálom, meg mi értelme van ennek az egésznek. Őszintén szóval elég random módon jött ez az ötlet. Még múlt héten voltunk egy buliban, ahol az egyik barátunk, Duszka Peti mesélte, hogy ő nagyon sokszor csinált már ilyen lébőjtöt, és hogy lehet, hogy jövő héten is csinál egyet, egy ilyen egynaposat, és... Hát akkor nagyon lelkesen mondtuk így a többiekkel, hogy hú, hát akkor mi is beszállunk, és akkor csináljuk együtt, és valószínűleg ez nagyon fog segíteni a mai nap során, hogy nem egyedül találtam ki ezt az egészet, és magamnak kell megfelelnem, hanem ott vannak a többiek, akik szintén ugye ugyanezt csinálják. Peti amúgy mesél sokat így a lébőjtökről, hogy ő csinált már két heteset, egy hónaposat is, mondjuk azt fogalmam nincs, hogy én hogy bírnám ki, szerintem sehogy, úgyhogy rettentő kíváncsi leszek, hogy ez a mai hogy fog sikerülni, és hogy ki fogom-e bírni azt, hogy ne egyek semmit, hogy fogom magam érezni, a gyomrom hogy fogja magát érezni, szóval nagyon-nagyon sok kérdés van bennem, de leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e bármilyen hatása így csak egy nap után. Itt most nem a fogyásra gondolok, mert nem célom, és nem is gondolom, hogy egy nap alatt bármennyit fogynék így egy lébőjtel, de hogy mentálisan, fizikálisan hogy fogom magam érezni. Úgyhogy menjünk is reggelizni. Egyelőre csak vizet ittam, nagyjából fél litert, mert általában minden nap úgy indítok, hogy iszom egy 3 deci fél liter vizet. Úgyhogy ezt már kipipáltam, és most már tényleg éhes vagyok, úgyhogy jöhet az első folyik a reggeli. Konyhában most borzasztó fény van, úgyhogy kijöttem inkább ide beszélni. Szóval a reggelimet ez a két smoothie fogja képezni. Az egyik az egy trópusi mangó, mangó, alma, narancs, banán, acerola smoothie, a másik pedig egy alma körte smoothie. Próbálok amúgy arra odafigyelni majd, hogy azért kalóriában is egyek eleget. Nem annyira vészes ez a mai napom, szóval van pár szinkron, de edzeni például nem tervezek, mert nem is tudom, hogy bírnám. Az a része kicsit fáj, hogy nem magamnak készítem el ezeket, mert annyira elfelejtettem ezt az egészet, hogy nem volt nem se bevásárolni, se semmi. És így a műanyagmentes júliusra is egy kicsit megcsúszom, mert ez üvegből van, az király, ez viszont műanyag, és szerintem biztos vagyok benne, hogy a maradék étkezéseim között is lesz műanyag, de nem baj, lényeg, hogy a hónap további részében ugyanígy próbálkozom tovább. Amúgy egy pár szó arról, hogy így a lébőjt alatt attól függetlenül, hogy folyékony dolgokat lehet enni, én csak zöldség, gyümölcs, lé, smoothie, turmix, püréken gondolkozom, szóval most ihatnék szénsavas üdítőket és nem tudom, cukrozott kakaót is, de úgy érzem, hogy legalábbis nekem az lenne itt a lényeg, hogy egy kicsit ilyen detoxikáló. Az elmúlt napokban nagyon sok olyan ételt ettem, ami pizza, pad thai, szóval ami kicsit olyan eltelítős kaja. Nekem az lenne a célja így fizikálisan ennek a mai napnak, remélem, hogy sikerül, hogy sokkal könnyebbnek érezzem magam, és mondom, nem fogyni, csak úgy, hogy általánosan ne érezzem azt egy-egy kaja után, hogy nem bírok megmozdulni, annyira telezabáltam magam. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezekkel nem így lesz. Úgyhogy... Egészség. Amúgy a zseniálisan finom. Jó, édes. Meg is ittem őket, és őszintén amúgy én többször szoktam úgy indítani a reggelt, hogy a futásban nincs időm rendesen reggelizni, és iszom csak egy smoothie-t, általában nem kettő, szóval ez most direkt a kalóriák miatt próbálok egy picit több dolgot bevinni a szervezetembe. Úgyhogy most egészen jól vagyok, tudnék amúgy még enni, most indulok szinkronba, és szerintem majd nem tudom, valószínűleg a kocsiból fogok bejelentkezni, de megyek is, és vizet viszek magammal, az biztos. Első szinkron utáni bejelentkezés. Most tök jól érzem magam, iszogatok egy teát, amit még otthonról hoztam, és ez zöld tea, szóval az picit azért van egy kis pörgetős hatás, a kávét nem terveztem amúgy inni, meg nem is szoktam mostanában, úgyhogy remélem, hogy ez kitart, mert még nagyjából másfél óra még ebédelni tudok, és őszintén szóval egy picit már éhes vagyok, de egyáltalán nem olyan, amit ne lehetne elviselni, és máskor is ugyanannyira szoktam szerintem éhes lenni ebéd előtt. Ebédre tervezek beugrani, a Jászain van a Tökmag nevű hely, és ott veszek egy levest, mert úgy érzem, hogy ha valami meleget ennék, szerintem az jobban eltelítene így estig, mint hogyha gyümölcsleveket vagy smoothie-kat innék. Úgyhogy szerintem oda megyek most, és otthonról fogok legközelebb bejelentkezni. Addig is iszogatom a teámat, meg vizet. Most értem haza a Jászairól, és
itt van a leves, most már tényleg éhes vagyok. Kétféle leves volt, és ez skót zöldségleves. Azt hiszem, egyszer ettem már ott. Úristen, azt hittem kiabni. Úristen! Kicsit ilyen karalábé, ilyen világos, nem tudom mennyire látszik, szóval világos színű leves, és elég sűrű. Ó, ez nagyon finom. Fú, ez nagyon jól esik. De mielőtt még eszem, amúgy annyi nehézségem volt, hogy bementem a bioboltba is, ahol megvettem az esti levest, azt most még nem mutatom meg nektek, és vettem egy ilyen nyers kis süti akármit, és úgy nézett rám, hogy egyen meg, de nem, sőt, inkább be is dobtam a helyére, és a pékségbe is bementem, nem tudom miért csinálom ezt magammal, hogy holnapra vegyek két teljes kiörlésű kakaós csigát, és... Úgyhogy igazából eddig elég laza a dolog, de mivel elég sűrű is a napom, szóval megyek ide-oda, így nincs az érzés bennem, hogy egész nap itthon ülök, és csak a hűtőre járnék, és nézegetném, hogy mit tegyek így unalmamban. Úgyhogy hál' Istennek ezzel nincs probléma, de ja, eddig király. Meg is ettem a levest, direkt amúgy kanállal és tálból, nem pedig iszogatva, mert úgy éreztem, hogy ez jobban ételszerűnek hat, és nagyon-nagyon tele lettem. Úgyhogy most elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel. Nagyon kíváncsi leszek az estére, de most nagyon jól érzem magam, mentálisan is friss vagyok, nem érzek egy ilyen kajakóma jellegű érzést, viszont nagyon tele vagyok, úgyhogy igen. Szóval indulok. A mai nap utolsó étkezése előtti bejelentkezés. Végre itthon vagyok. Nagyon hosszúnak érzem ezt a napot. És most majdnem volt egy mentális ilyen breakdownom, vagy na jó, ez azért túlzás, de rettentő éhes voltam. Nagyon-nagyon-nagyon éhes, és nem itthon hagytam értelem a smoothie-mat, és nem tudtam megállni sehol. Úgyhogy igazából vizet ittam most a vacsora óta eddig, amúgy egész sokáig kitartott a vacsi, és ez az a leves, amit vettem igazából még délelőtt így estére. Ez egy viszonylag nagy adag, szóval 400 g, és bió sütőtökkrém leves édes burgonyával. Úgyhogy ezt most minél hamarabb megmelegítem és betolom, és remélhetőleg akkor ma már nem kell többet ennem. Nagyon jó voltam úgy látni, hogy Instán csináltunk egy csoportot így a többiekkel is, hogy ők hogy bírják, mindenki küldözgette be, hogy miket eszik, és emlékszem, már írtunk olyanokat is, és már kiírta azt, hogy egy darab sült krumpli over a világ összes smoothie-ja. Szóval ezért úgy látom, hogy másoknak is voltak azért nehézségei. Nekem főleg tényleg az volt, hogy amikor hazaértem most egy pár perccel ezelőtt így elgondolkodtam, hogy úgyse látja senki, beleharaphatnék mondjuk abba a kifli csücsökbe, amit most vettem, és friss és ropogós, és de nem. Szóval nem, de most azért tényleg rám jött azért egy erősebb éhség, de mindenképpen próbálom ezt a kontrollt így kézben tartani, mert ez volt az egyik elsődleges célom ezzel az egésszel, hogy kíváncsi voltam, hogy mennyire tudják ezek az úgymond ösztönök, hogy éhes vagyok, hogy megkívánok egy csokit, beleharapjak egy kenyérbe, egyik egy sütit, szóval, hogy ezeket a vágyakat így kontroll alatt tartani, és az egy nagyon jó érzés amúgy, szóval szerintem ez az egyik ilyen előnye ennek az egésznek, vagy ez az egyik hozama, hogy jó érzés így tudatában lenni, meg kontrollálni azt, hogy ha én azt kitalálom, hogy én ma csak inni fogok, és nem fogok semmit enni, és kalóriában is azért szerintem kevesebbet eszem jóval, szóval úgy számoltam, hogy nagyjából egy 1000 kalóriát fogok enni, ami szerintem kevés. Instára kiraktam amúgy egy ilyen kis kérdésmatricát, hogy mik érdekelnének ezzel a lébőjtel kapcsolatban. Úgyhogy az a tervem, hogy még a leves után bejelentkezem egyet, de utána le is zárom így ezt a mai napot, és holnap fogok újra bejelentkezni, hogy érzem magam másnap, és válaszolok sok kérdésre, amit ti is írtok. Úgyhogy levesre fel, és holnap tali! Na, sziasztok! Most már másnap van, úgyhogy gondoltam, hogy a kérdezfelelek mellett egy ilyen kis konklúziót is felállítok erről az egész lébőjt napról. És az első igazából, hogy egy nap alatt igazából nem lehet semmilyen csodát elérni, hogyha bárki csodát várna egy ilyentől. Mentálisan abszolút friss voltam egész nap, sőt lehet, hogy amúgy kicsit frissebb, mert
nem éreztem azt, hogy az emésztés elveszi az energiámat az agyamtól, úgymond. És amit este ugye már kifejtettem, hogy ez is jó érzés volt, hogy meg tudtam csinálni, volt önkontrollom, nem az éhségem irányított, úgymond. Bár mondom így, egy nap után szerintem egy napot simán mindenki meg tudna amúgy csinálni. A több naphoz, vagy akár több hetes lébőjthöz biztos, hogy benne sokkal nagyobb mentális erő kellene, viszont én azzal még mindig úgy vagyok, hogy mindenkinek a saját felelőssége, viszont én nem vagyok oda ezért az egész ötletért, szerintem nem feltétlenül az egészséges kategóriába sorolnám így a lébőjtöket, de még egyszer hangsúlyozom, nem csináltam még soha több naposat, nem vagyok egy teljesen profi a témában, csak amennyit így az táplálkozáshoz, sporttáplálkozáshoz így értek, az alapján nem igazán gondolom, hogy jót lát, hetekig csak inni. Fizikálisan azt a két pozitívumot tudnám kiemelni, hogy nem volt ez a telítettség érzetem, nem volt ez a kajakómám, viszont reggelre laposabbnak éreztem a hasam, de reggelente mindig laposabb az ember hasa, szóval lehet, hogy ezt most csak így beleképzeltem, de szerintem amúgy egy kicsit így laposabb volt, de úgy ezen kívül nem nagyon tudok mást mondani. Térjünk rá a kérdéseitekre, mert összeszedtem azokat, amik szerintem mindenkit érdekelhetnek. Az első, kezdjük egy erőteljesebben, hogy volt-e bármilyen kellemetlen gyomorműködésem? A kérdés szerintem értitek, nem kell részletezni, és nem, szóval teljesen normális volt az anyagcserém, semmi különbséget nem éreztem más napokhoz képest, és ennek amúgy eléggé örültem. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy nem kezdi el így a test raktározni a zsírt, hogy úgymond túléljen, és egy nap alatt nem. Szóval egy nap az nem egy olyan idő, hogy pláne, hogy ugye eszel, szóval viszel be kalóriát, viszel be szénhidrátot, fehérjét, zsírt is, mondjuk attól függően, ugye, hogy arányai nyilván abban változnak, hogy pontosan mit eszel, de nem kezd el a szervezeted átvenni túlélő üzemmódba egy nap után. A szervezet nagyon sokat kibír. Duszka Peti is ezt hangsúlyozta, amikor először feljött a téma, hogy nagyon izgalmas, hogy tényleg az emberi szervezet mennyi mindent kibír. Legyen szó arról, hogy egy napig mondjuk csak vizet iszik az ember. Szintén nem egészséges, de kibírja a szervezet, alkalmazkodik. Úgyhogy nem erről szó sincs egy nap után. Másnap milyen érzés volt? Ugye erről most beszéltem, és már reggeliztem, megettem a kakaós csigát végre, amit tegnap ettem, és nem volt azért egy akkora katartikus élmény, mint vártam, hogy ez az végre szilárd étes, finom, ropogós, kakaós csiga, tényleg nagyon finom volt, de jó érzés volt, de nem volt ez a uramisten, végre ehetek. Valószínűleg, hogyha egy kéthetes légbolyt után lennék, akkor így érezném. Fogytál-e tőle? Szintén egy nap alatt nem lehet fogyni, és őszinte leszek veletek, én a fogyásnak minden nemű radikális próbálkozását elutasítom, szóval, hogyha fogyni szeretnél, akkor ne légbolyt el, próbálj fogyni, mert utána azonnal vissza fogod kb. Szedni, hogy elkezdesz normális kaját, szilárd ételt enni újra, szóval a fogyás az az egészséges életmód, egészséges étkezés, és nem a koplalás vagy napi ötszöri edzés után fog bekövetkezni, legalábbis tartósan, úgyhogy fogyásra emiatt így nem szeretném ajánlani. Kérdezte valaki, hogy fiatalon, 11 évesen lehet-e ezt csinálni, nem ajánlom, szóval egy növésben lévő szervezetnek lébőjtöd, bármilyen diétát, fogyókúrát nem ajánlok, úgyhogy nem. Csak hogyha idősebb vagy és szeretnéd kipróbálni, egy naptól semmi bajod nem lesz, de ezt is azért okosan kell, mint minden mást. Hosszú távon kipróbálnám-e? Nem. Nem, azért nem, mert én nagyon szeretek enni. Élvezem az ízeket, a különböző textúrákat, viszont ez az egy nap, ez tök jó volt, szóval. Egy vagy max két napig lehet, hogy a jövőben még kipróbálom, hogyha azt érzem, hogy nagyon eltelítődöm a hétköznapi esetleg gyors kajáktól, vagy ha amiket amúgy nem szoktam enni, de ha eszem esetleg ilyet, akkor utána tényleg jól esik. Főleg nyáron, amikor nagyon meleg van, ilyen lájtosabb, könnyedebb ételeket, akár csak leveket enni egész nap. És az utolsó kérdés, hogy nem volt-e nehéz tartani, és amiatt nem, mert többen voltunk benne. Szóval, ha ki szeretnétek próbálni, akkor ez egy nagyon jó módszer szerintem, hogy többen csináljátok, és tudtok közben konzultálni, tudjátok bíztatni egymást napközben, és maga az a tudat, hogy ők is ugyanúgy próbálkoznak, nekik is eszükbe jut a sült krumpli, úgyhogy csapatban vagy akár csak ketten sokkal jobb ezt a kis kihívást csinálni. Ha bármire kíváncsiak lennétek még, akkor írjátok meg kommentben, vagy küldjetek nekem Instagramon üdít, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, nekem egészen érdekes élmény volt, úgyhogy ha gondoljátok, próbáljátok ki ti is, de ésszel, és egyetek elég kalóriát aznap. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!